Akkor még nem volt művészeti kar, hanem csak az ifjúság útja 6-kor volt egy olyan festő hölgy, akitől szerettem volna tanulni. És általában így mondták, hogy ne próbáld meg neki azt mondani, hogy csókolom, hanem csak azt, hogy szép jó napot kívánok. Vagy azt, hogy jó napot kívánok. Rétfalvi Sándor mutatott be Ilonának. Én még nem voltam egyetemista, tehát még a gimnáziumba jártam. 16 éves lehettem, nem tudom pontosan. És ott kezdődött nekünk a kapcsolatunk. Az első találkozásom az Ilonával az egy könyvborító volt. Az Ottlik iskola határonjának nem tudom én hányadik kiadásán, egy ilyen papírkötéses, ragasztott kötéses kiadásának a borítóján van egy ilyen gesztusszerű kaligrafikus tus rajz az Ilonától. Az volt az első mű, amit alaposabban megnéztem. Azt követően még mindig nem volt személyes a találkozásom, de annál intenzívebb, az egy kis picike füzetecske az akkori képzőművészeti alapkiadó vállalata adta ki egy sorozat részeként. Ennek a kis füzetnek a hatása alatt választottam én a Pécsre vezető utat. Tehát tulajdonképpen az Ilona festészete volt, akkor még festészete és nem személye volt az, aki és ami engem ide terelt, ide irányított. Az egyszerűen az a vágy élt bennem, hogy egyrészt, hogy tanuljak, másrészt meg, hogy elsősorban tőle tanuljak. Körülbelül olyan 90 tájéken, akkor a pécsi művészállátóban találkoztam először az Ilonával. Akkor már azt hiszem, hogy talán a mesteriskola már működhetett, nem vagyok benne teljesen biztos, akkor ő festékeket, illetve ecseteket válogatott a hallgatóinak, és én akkor már ismertem fotó alapján, hogy ki a Kesere Ilona, természetesen a munkáit is jóval korábbról is, már jóval korábban is láttam. És ilyen érdekes találkozás volt, hogy együtt válogattuk az ecseteket. Azt hiszem valamilyen kiállítás vagy talán értékelés kapcsán, és hihetetlenül inspiráló volt a személyisége. Szóval érezhető volt az első pillanattól fogva, hogy egy ilyen nagy formátum egyéniség. Ott hagytam az állásomat, és jelentkeztem a mesteriskolába. Mindenki azt mondta, hogy akkor elvágtam maga mindentől fogva, többet én nem kerülök vissza a művészeti karra, jól gondolja meg, és azt mondtam, hogy meggondoltam. Az iskolák előtt a Nemzeti Galériában ismertem azt az egy-két munkáját, ami ott akkoriban kint volt. Az egyik egy ilyen rózsaszín varrottas punci, ilyen kis dagisztott vászon, azt például nem imádtam, de nagyjából el is raktam. Másik meg egy udvari sírkő. 1984-ben volt, akkor jöttem én át a Pécsi Egyetemre egy két éves műszaki főiskolai tanulmány után, amikor hát ez itt egy, előtte voltam egy pár napot itt Pécsen az egyetemen körülnéz, láttam, hogy ez sokkal inkább visszaigazolja azokat az elképzeléseket, amiket én magamban ápoltam arról, hogy hogy néz ki egy egyetem, és mit is akarok én csinálni. Akkor persze még nem gondolta az ember arra, hogy festőművész lesz, csak azt gondolta az ember, hogy szeret rajzolni, festeni. Meghatározó olyan szempontból, hogy onnantól kezdve egy teljesen más irányt vett az életem. Arra emlékszem, hogy vittem magammal egy nagy mappát, azt ott kiterítettem, végignézte a munkáimat. Amikor elköszöntünk, akkor én még nem tudtam, hogy lesz a folytatás. Erről később értesültem írásban, hogy felvételt nyertem. A Pécsi Művészetek Házába rendezték a mesteriskola aspiránsainak kiállítását. Ezen egy tenyérnyi képpel vettem részt.
Ez a kis kép felkeltette Ilona érdeklődését, akit akkor ismertem meg személyesen, és meghívott a műtermébe. Fölpakoltam az összes munkámat, amit addig készítettem a főiskolám. Rajzokat, festményeket, szobrokat, installációkat, grafikákat, gondolatokat, könyveket, mindent vittem, amit csak tudtam, és egy teljes kocsi anyaggal utazhattam el a magyarós közbe. Amikor megpillantottam, egy hihetetlen energia mennyiséget éreztem belőle áradni, így lebegett a széles szabású nadrágjának a szára, meg akkor még hosszabban hordott haja, és így tele volt lendülettel, így félig hátulról láttam. Az Ilona megkért engem egyszer, hogy azt hiszem, az még a MEO-ban Budapesten volt egy kiállítása, fel tudnám-e venni, rögzíteni tudnám, tehát hogy legyen egy ilyen kvázi egy dokumentáció. Akkor tulajdonképpen ő észrevett olyan dolgokat, amit a képeiről, ahogyan felvételeket készítettem, hogy olyan dolgokat mutatta meg, amire ő talán nem is gondolt, vagy úgy mozdultak meg azok a képek, amik számára is nagyon érdekesek voltak. És így elkezdődött egy ilyen szakmai diskurzus. Én az egyetemen halasztottam egy évet, és ezért a volt csoporttársaim azok előbb lettek mesteriskolásak, mint én akkor még 5. éves voltam, és emiatt sokat jártam át a mesteriskolába, és így kicsit belefolytam a dolgokba, és akkor amikor volt róla szó, hogy lehetne folytatni a mesteriskolába, akkor így volt, hogy megmutattam az Ilonának, hogy miket csinálok. A műtermében Ilonának vittem egy kupac fényképet az addigi önmagamról és a addigi dolgaimról, és egy ilyen ismerkedő beszélgetés volt. Szerintem jó pár órát ott töltöttem nála, és végül is a belépő volt ahhoz, hogy együtt működjünk, és én a diákja legyek. Akkor pont felvételiztem a művészeti karra, és bejött ő megnézni, hogy akkor abban az évben kik felvételiznek, és nagyon kedves volt, mert direkt külön beszélt minden hallgató, de egy hallgató jelöltel, így velem is. Ez 2003-ban volt. Én ismertem a Ilona képeit, a munkásságát, tudtam, hogy néz ki, és egyszer a tévében láttam beszélni arról, hogy a dolgairól, és egy olyasmi jelenetre emlékszem, nem tudom, hogy minek kapcsán beszélt a tévében, de megdörzsölte a szemeit, és elmondta, hogy amikor megdörzsöli a szemét, akkor bent a sötétben, hogy milyen fények villannak fel, és az egész, ahogyan erről beszélt, amilyen intenzitással, ez engem teljesen fölvillanyozott, és én egész egyszerűen fölhívtam őt telefonon. És megkérdeztem, hogy nem találkozhatnánk-e, és rettenetesen örülök, hogy azt mondta, hogy igen. Felvételén, a doktori képzés felvételén volt, és akkor gyakorlatilag talán pár percet találkoztunk csak, és akkor is valahogy úgy már előrevetítette azt a pár évet, amit aztán eltöltöttem. Tehát olyan pozitívan állt hozzám, hogy azt igazából nem tudom így elfelejteni. Pesten hallottam arról, hogy működik a mesteriskola itt Pécsen. És akkor lejöttem, és eljutottam Istvánoknáig, és ott a nagy tér után, tehát a köztes, nem is tudom, hogy hívják, tehát az a nagy tér után, hogy fölmentünk az első emeletre, ott a konyhában találkoztam az Ilonával először. És akkor végigvezetett minden felé, bemutatott mindenkinek, akkor ott főzött egy enni, nem tudom, valamilyen ebédet, valami főzelék volt, nem tudom pontosan, és akkor abban maradtunk, hogy hú, hát ez nagyon jó lenne, hogyha ez így menne tovább, és akkor tulajdonképpen egy 2 órán belül valahogy én is elvegyültem, ő is elvegyültem, és rákövetkezőleg egy évre rá találkoztam újra vele. Az első találkozás nem is a személyével, hanem a műveivel történt. Amikor a Képzőművészeti Egyetemre jártam grafika szakra
5 körül, azt hiszem, volt egy kiállítása az ENSZ Múzeumban, és elmentem egy osztálytársammal, megnéztük a képeit. Én külföldön éltem, és felvételén jöttem Magyarországra, és emlékszem, a titkárságban Berzi Ági bemutatta a mesternőt, és ott voltak a többi tanárok, és egy ilyen nagyon kínos helyzet alakult, mert így beszéltem egy picit Ilonával, és igazából utána kellett a felvételére menni, és ott volt a többi tanár, és akkor arra megkérdezte Ilona, hogy hát hol vannak a többi aspiránsok, és akkor én arra azt mondtam, hogy kint is, akkor még továbbra is odaálltam, és nem tudtam, hogy mit szeretett volna elmondani, és közben arra próbált utalni, hogy akkor szépen menjek ki, és várjak többieket, de én, mivel más kultúrában jöttem, egyszerűen nem fogadtam az adást. A felvételi vizsga utáni első, második egyetemi nap, ahol az összes akkori első évre felvett hallgató kiterítette talán a felvételi munkáit, és három professzor jött össze, és választott. Tulajdonképpen így kerültem én az ő csoportjába. Az akkor induló mesteriskola első osztályába járhattam Istvánaknára. Egy gyönyörű bányaépület, zsolnai kapu, hatalmas terek. Viszont nem voltak még műtermek. Mit tegyünk ebbe a helyzetbe? Kaptunk lapátot, kalapácsot, szerszámokat, és nekiálltunk elkészíteni a saját műtermeiket. Falakat bontottunk, vertünk le vakolatot, malteroztunk, építettünk, és kialakítottuk azt, ahol dolgozunk később. Nem tudom, mekkorák lehettek, mondjuk ilyen 40 négyzetméteresek minimum, de voltak nagyobbak is. Szóval úri dolgunk volt, és még anyagköltség is szépen volt, meg ösztöndíjat is kaptunk, igaz nem sokat, de nem is kellett sok. Végül is egy kommunát alakítottunk ott ki. Igazából itt kezdődött el az úgymond nagybetűs festészet számunkra. Olyan szellemi közegbe kerültem, részben ő maga inspirált, részben a tanítványok, akik mindenki valahonnan máshonnan jött és más valamit hozott, hogy egy ilyen fantasztikus pezsgő világ volt, ami Pécsen olyan volt, mint egy oázis. Mivel ez már egy üzemen kívüli bánya volt, rengeteg talált dolgot használtunk fel. Fát, fémet, textilt, technokorapidat nem ment ez szóval. A gumi, a kábel darabok. Csaptelep, telefon. Talán még meteorit is volt benne, nem tudom. Az az ipari környezet, ahol ilyen nagyon új világ nyílt meg. A festés során így különösebben nem felügyelte, hogy ki, hogyan, milyen technikával, hogy mint dolgozik. Kialakult egy műterem látogatási rendszer, ahol lehetőség nyílt arra, hogy a készülő művekről, alkotásokról beszélgessünk Ilonával. Ezek nagyon izgalmas, inspiráló beszélgetések, amiket az ember utána napokig egy ilyen emelkedett állapotban mozogsz, és többször volt olyan, hogy hazamentem, és gyorsan leírtam gondolatokat, mert tudtam, hogy egyszerűen erre pont így, ahogyan ott elhangzott, nem fogok emlékezni. Tehát, hogy ezek, és néha, hogyha valami nem megy, vagy nehezebb, akkor van, hogy egy-egy ilyen beszélgetést visszaolvasok. Látszik rajta, amikor valóban egy fizikai térben közel megy egy képhez, és az ember érzi, csak nézi őt, és érzi a zsigerében, hogy most valóban ő azzal egyé válik, és ezt vissza is sugározza. Megpróbálja megismerni az embert, megpróbálja megismerni a művésznek a gondolkodását, és nagyon-nagyon óvatosan, és inkább csak így terelgetve próbálja az embert előre lendíteni, előre mozdítani. Sose volt szó semmilyen határozott utasításról, irányításról, hanem inkább egy ilyen sugallat, egy ilyen jótékony, óvó sugallatként éltem meg. Nem azt mondta, hogy ez jó vagy rossz, vagy nem azt mondta, hogy ilyen vagy olyan, hanem gyakorlatilag belehelyezkedett abba, amit
amit csináltam, és abban próbált segíteni, amit csináltam. És ez nekem teljesen új volt. Ugye nekem van egy ilyen hagyományos művészeti hátterem, és van egy posztmodern hátterem, és folyamatosan bennem volt egy ilyen kettőség, hogy kettőt között kéne választanom, és nem tudtam. És Pécset szerintem pont ennek köszönhetően, hogy ilyen óriási szabadságom volt, és azt tudtam csinálni, amit akartam, és nem csak festeni, hanem installációkat, videóinstallációkat, filmet készíteni. Szerintem ennek köszönhetően így összetudtam magam. Szóval megértettem, hogy nem egyet kell választani, vagy a másikat, hanem hogy mind a kettő az én szerves részem. Olyan ügyesen tudod kérdezni, hogy ezek a kérdések. Sokszor csak annyi, hogy miért, de és hogyan, ilyeneket. És ezeken én utána gondolkoztam még hetekig. Számtalanszor végig gondoltatta velünk azt, hogy biztos, hogy a legjobb-e az, ha mi az akaratunkat akarjuk végrehajtani egy festményen, egy művészi cselekményen során. Nem lehetséges-e az, hogy a dolgot hagyjuk időben egy kicsit egy kölcsönhatássá válni, hát ha az események, a dolgok visszafelé is hatnak, lehetséges, hogy közben megváltoznak célok, elképzelések, amiközben az ember alkot. Dilemmázó, nyitottabb gondolkodásmód művészetről és magáról az alkotási folyamatról. Beszélgessen, menjen, utazzon, lásson, legyen olyan, mint egy szivacs, hogy így azt így megnyomják, és így... Keső Rélon a lehetőséget teremtett arra, hogy kortársak, kortárs művészek, gondolkodók eljöjjenek Istvánoknára. Például Baramás Márton segítségével megtanultunk papírt meríteni. Vagy Major Kamilla egy szita kurzuson vettünk részt. Egy pályáját kezdő, vagy tanulmányait folytató képzőművész számára ez egy paradicsomi állapot. Akkoriban az volt az érzésem, hogy ez olyan könnyű festőnek lenni, hogy mit fogok én csinálni később. Soha előtte, meg azóta se tudtam annyit festeni, annyi időt ráfordítani erre a dologra, mint akkor. Úgy alakult, hogy épp egy ilyen nagyon heves alkotói ritmusban voltam, és sokat is festettem, nagyokat, és így jól esett az egész dolog, és az Ilona nyilván ennek hát látta, meg tanulja volt, és akkor hol mondott valamit, hol nem, de teljesen minimálisan, és egy alkalommal, mikor visszajöttem a műterembe, egy ilyen fecni papír volt, és ráír az Ilona, ne fesse tovább, felkiáltogják. Úgy gondolom, hogy mindig a megfelelő időben tehát mindig a megfelelő momentumban kaptam előket tőle. Festettem fotók után, és találtam egy néprajzi könyvben egy lakodalom képet, ezt hát elkezdtem festeni, és aztán azt sem éreztem, hogy jó, és így egy nap nagy dühbe egy fehérre csak lefestettem, és akkor eljött Ilona, ahogy belépett a műterembe, mert láttam, hogy füstölt, és hogy nagyon dühös rám, és hát igazából a beszámolom nagyjából abból át, hogy mindent, amiben belekezdtem, semmi nem ment, és hogy én abban hagytam, és reménytelen, és minden, és akkor elkezdett igazából ordítani, és azért elég erős személyiség, és én meg is lepődtem. Akkor olyan dolgokat mondott, ami megváltozta az életemet, és ez egy olyan pofon volt akkor, amikor nekem pont kellett. És az, ami a legfontosabb volt, hogy pont ez a festmény kapcsán, az, amit lefestettem fehérre, azt mondta, hogy maga mit képzeli? Hát én ezt nem is látom, de ez a munkája, azt tisztelni kell, és mi az, hogy nem sikerült a munka, ha nem jó, akkor csinálunk még egyet, és még egyet, és még egyet. Ha képzőművészetről van szó, akkor úgy érzem, hogy hát nem ismert tréfát, tehát azzal az biztos, hogy ez egyik, tehát ha nem a legszentebb dolog. Számomra a beszélgetéseink voltak a legfontosabbak. Azokból tanultam a legtöbbet. Néha ezek viták voltak, de inkább felhevült kimondások.
mindketten képviseltük a saját álláspontunkat. És most már így visszaemlékezve azt mondom, hogy Ilona akkor valószínű meglátta bennem a formálódó embert, a formálódó művészt, aki még nem tudja a saját erőit megfelelő módon, megfelelő mértékkel kezelni. Sosem éreztem úgy, hogy ő kiskeserőt akar belőlünk. Azt hiszem, mi raktuk össze magunkba a világot, ő ebbe úgy nem szólt bele. Tehát szabadok voltunk akárhogy is, akármilyen szögből nézem. A műcsarnokban ugye a kiállítás megnyitón, hát a Peternák Miklósnak bemutatott, hogy hát kvázi társszerzőként csináltuk ezt az utókép animációt, amellett, hogy az Ilonának ugye az utókép vásznai is kín voltak. És akkor a Miklós kérdezte, hogy igen, és ő is festő, és erre azt mondta az Ilona, hogy hát a Pali ilyen gyanús. Ez volt egyetlen ilyen megjegyzése erre az irányultságomra, hogy ő tulajdonképpen, és ez inkább csak így zárójelben mondanám, hogy a 3 év alatt, tehát a doktori képzésben, annak ellenére, hogy festő programon voltam, egyetlen egy képet nem festettem. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez pont úgy érzem, hogy a keserű Ilonánál lehetett talán leginkább megtenni. Mert ő értette azt, hogy most pont nem az a fázis van a tanulmányaimban, vagy a kutatásomban, amikor nekem képet kell festenem, hanem valahogy máshonnan kell megközelítenem a dolgokat. És ezt tulajdonképpen sosem tette szóvá, hogy nem festettem a 3 év alatt. Előtte is, utána is festettem, akkor pont nem. Volt egyszer egy hónap körülbelül, amikor együtt dolgoztam Ilonával, a Tatai temetőkápolna falképeim. Meghívott, nem is tudom minek, hát ilyen segédnek tulajdonképpen. Tehát én biztosítottam a munkának az alapját. Festéket kevertem, előkészítettem a kazeint, söprögettem. Tehát ilyen érdekes volt, nem hagyta, hogy beleszóljak. Tehát, hogy az ő munkája volt teljes egészében. Amit én esetleg belefestettem, azt ő úgy is átfestette, de nagyon jó volt látni azt az energiát, meg az eltökéltséget, és azt a fáradhatatlanságot, ahogy dolgozott. Egyszer azt mondta nekem, hogy minden jó képben van valami brutalitás. Ez azért érdekes, mert az ő személyiségében is egyszerre van jelen gyengétség és erő. Szóval szerintem volt egy lágyság, egy melegség, egy empatikus oldala, és ugyanúgy volt egy ilyen nagyon erős, majdnem félelmetes oldala. És olyan, mintha így a férfi és a női energia egybe ötvözne, és az nem, hogy egymás megsemmisíti, hanem egymás erősíti. Szinte túllépi a saját fizikai határait, mert hogyha akkora mű létrehozásáról van szó, amit ő egyedül nem bír megemelni, akkor megemeli 5-6 másik ember, tehát nem zárkózik el attól, hogy úgy jöjjön létre egy munka, hogy abban mások segítenek. Egyrészt az a fajta festészet iránti lelkesedése, amivel az ő egész lénye rendelkezik. Tehát az is nagyon erősen hatott. A Zsolnai gyárban ugye volt megrendezve több éven keresztül ez a színerő léptékváltás kurzus, és sajnos beázott az egyik műterem, ahol én voltam, és ő fölhívott engem, de közben volt lakásfelújítás, ahol én is ott kellett, hogy legyek, és nem tudta bemenni a műterembe, és tudatta velem, hogy megáztak a képeim, és azonnal rohanjak be, és én megmondtam, hogy hát sajnos most nem alkalmas, tehát nem fogok tudni, és nagyon föl volt háborodva, hogy de hát ezek a gyerekeim, és én hogy képzelem ezt. Úgyhogy igen, ez is érdekes és rájellemző, hogy talán minket a gyerekeinként és a festményeinket, meg akár az unokáiként úgy gondolt rá. Tehát az én munkám az neki talán még fontosabb vagy értékesebb volt, mint akkor én ezt éreztem, vagy ahogy tudtam hozzá viszonyulni, mert hát elfoglalt voltam. Az Ilonához már bocsánat, hogy ezt mondom, csak fölvenni üres kézzel az kizárt dolog. Egy üveg száraz pezsgő,
Többször előfordult, hogy az egész csapat fölkerekedett valahová, és együtt elmentünk kirándulni. Vagy a Velencei Biennálére, vagy valahová, és megnéztünk közösen egy művészeti anyagot, hogy eredetiben lássuk. Volt egy ilyen mondata, és ezt el is mentettem magamnak, hogy körülbelül olyan kapcsolat van egy reprodukció látott fotón keresztül látott festményről, és a valós fizikai térben együtt lenni egy alkotással, mint mondjuk egy embernek a névjegykártyája. Tehát egy névjegykártyáról kiderül azt, hogy hol lakik, hogy hívják, mi a foglalkozás, a telefonszám, e-mail cím, de semmi más nem tudok róla, ám de ezzel az illetővel kezet fogok, a szemébe nézek, és ott van a jelenléte, az egy 100%-os információ névjegykártyához képest. Ha az ember fest, vagy műalkotásokat hoz létre, akkor gyakorlatilag az egyik legfontosabb dolog az, hogy őszinteség sugározzon belőle. És nekem, számomra ez volt az egyik legnagyobb tanulság. Az, hogy a kép az beszélhetünk sokat arról, hogy van megfestve, vagy mit kellene, hogy szimbolizáljon, vagy mit jelentsen. Számomra ott világossá vált, hogy a művészet az személyes, és gyakorlatilag őszinte kell legyen. Nagyon sokáig nem voltam közvetlen tanítványa. Az azt jelenti, de mégis úgy éreztem, tehát az ő szava volt az, ami közvetlenül eldöntötte bennem azt, hogy ezt kell csinálni. Hogy hát itt valami egészen izgalmas dolgok történnek, Zsófi. Tehát amikor egy ilyet mond az Ilona egy képnél, az az életben nem felejti el az embert. Lelkesen, mint ahogy nagy dolgokról mindig lelkesen tudott és tud és szokott beszélni, hozta szóba az, hogy neki egy nagyon mély élménye volt, hogy egy nyugodt víz felszínen hanyatt fekve a vízben a két szemét az ég felé irányítva, mint egy a teljes horizont körbe láthatóvá vált a számára. Ez egy nagy élmény volt, ezt mesélte nekem, és egy ilyen egyébként egyáltalán nem a festészet műfajába tartozó szituáció kapcsán is még a mai napig nagyon inspiratív tud lenni, akár csak egy-egy ilyen pillanatnyi momentum is, ami az ő élménybeszámolójából ered. Kaptam tőle kétszer ecsetet. Megmutatta, hogy hogyan kell kimosni, kisebb, hogy fölakasztani. Nem amittem fejjel lefelé. Egyszer adott egy tubus kék festéket, egy bizonyos fajta kéket. Aztán egyszer máskor megadott egy kinokridon róz nevű festéket. És ezeket nem... Szóval ezeket hosszú-hosszú évek után adta egy bizonyos pillanatban. Már a diplomamunkámon dolgoztam, amikor egyszer Ilona belépett a műterembe, és teljesen váratlanul, számomra meglepetésként, az akkori londoni útjáról hozott nekem egy színt, egy magentát. Az a fajta nagyon markáns festői világ, amivel az Ilona rendelkezik, az a fajta most már talán 50 jó pár évet átívelő művészi pályafutás, az a fajta koloritokra épülő művészi munka. Nem tudom direktben mondani, hogy a munkáimban így kifejezetten hatott. Leginkább az Ilonának a művészethez, a festészetről való gondolkodásmódja az, ami nagyon jól befolyásolt és nagyon szépen terelt. Mondja, Jóka, kipucolta a cipőjét, hogy akkor tud szentimentálisan rock'n'rollozni, vagy sem? Nagyon sok érdekeset mondott. Nem is biztos, hogy én akkor értettem, hogy mi a mondani valója számomra azokkal a történetekkel, vagy dolgokkal, amiket ő akkor elmondott, vagy amikről beszéltünk. Szigorú is volt valahol a tekintete, nem maga, mert hihetetlen szelídség is volt benne. Így konkrétan nehéz ezt összefoglalni, azt tudom, hogyha most rá gondolok, akkor az nekem felmelegíti a szívemet. Egy alkalommal tudom, hogy eléggé mély ponton voltam a munkáimmal, és
megosztottam ezt az érzetemet az Ilonával, ahogy belépett hozzám a műterembe. Ő azt kérte, hogy mutassam meg a munkákat, és nem szólt semmit, hanem egyszerűen arra kért, hogy kezdjek el most egy munkát csinálni. Itt most, ő előtte. És gyakorlatilag az történt, hogy leült egy székre, így a műterem sarkába, vagy egy picit egy ilyen elkülönített részébe. Egy másfél órán keresztül semmi más nem csinált, mint nézte a tanítványának az alkotását. Tehát egy ilyen biztosította azt a háttér szerepet, azt a nyugodt, mindentől védelmező háttérszerepet, ez inkább a lelkembe és a gondolkodásomba, a probléma megoldó készségembe okozott egy nagy ilyen előmozdulási momentumot. Tehát erre a pillanatra szívesen visszaemlékszem, bármikor, amikor hasonló pillanatokba kerülök a munkám során. Egy kép jutott eszembe, és azt, amikor Ilonának a palettát először láttam, akkor műteremben voltam, és egy ilyen, ugye ilyen szivárvány, szó szerint tökéletes szivárvány volt, és így soha életemben nem láttam egy ilyen palettát. Valahogy olyan, mint amit az ember valószínűleg a filmekben látott. Ezek például egy ilyen apróság is nagy hatással volt rám. Vagy amilyen rendszerben az ecsetek voltak. Vagy ahogy a képek, az éppen készülő munka, az ő munkáját látni. Vagy az, amikor ilyen óriási nagy kehelyfagylatot kapok nála. A macska, hogy ott lavírozik, és mindenhez hozzátesz egy kicsit. Tehát, hogy ilyen nagyon izgalmas. Azt gondolom, hogy ezt semmivel nem cserélném el. Van egyfajta jelenlét, amikor még Ilona sincsen abban a teremben, akkor is van a jelen, a műteremben, akkor is egy ilyen hihetetlen erős jelenlét van. És szerintem ez, ha valahogyan tudnám egy szóba elmondani Ilona, az, akkor ez a jelenlét. Azt hiszem, az egész életemet végigkísérni tudó állandóságként is megjelenik az ő életműve. Szó szerint azt tudom mondani, hogy minden egyes korszakomban tanulok tőle valamit. És nyilván ez annak köszönhető, hogy ő egy állandó dolgot képvisel. És most már arra is rájövök, hogy ez az állandó dolog egy olyan felismerésnek köszönhető, ami benne lezajlik, hogy az ő magja egy állandó. Tehát az új felismeréseket csak köré szövi az idő. De az egység mindig benne állandó. És ezért is tud valami olyat sugározni, ami örök érvényű.